Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a szeretettel. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket Szent Anna napi búcsúi szentmisénken. Köszöntöm a szőlőhegyieket, és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik elzarándokoltak ide a szőlőhegyi Szent Anna kápolnához. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik a televízió közvetítése révén annak köszönhetően kapcsolódnak be ünnepi búcsúi szentmisénkbe, közös imádságunkba, a Tolnatáj televízió és a másik televízió nézőit. Szent Annát és Szent Joakimot, a boldogságos Szűz Mária szüleit, üdvözítőnk nagyszüleit ünnepeljük a mai napon, és egyben közbenjárásukat is kérjük, hogy ezt méltóképpen, tiszta lélekkel tehessük. Most a szentmise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg vétkeinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
atyáink Istene, te Szent Joakimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült fiad édesanyja. Kettejük imájára add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet egész népednek megígértél. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek keretségben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Sirák fiának könyvéből. Hadd dicsérjük a híres férfiakat, a mi őseinket, nemzedékeik sorában. Ezek a jámbor férfiak azok, akiknek jó tetteit nem felejtik el. Javaik gyermekeiknél fennmaradnak, szent örökségük unokáiknál sem vész el, mert ivadékaik és kedvükért még fiaiknak fia és az Isten szövetség részesei maradnak. Nemzetségük örökre megmarad, és dicsőségük nem merül feledésbe. Testüket békében eltemették, de nevük él nemzedékről nemzedékre. Bölcsességükről beszélnek a népek, és dicséretüket hirdetik és gyülekezet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Az Úristen neki adja, adján a Dávidnak trónját. Az Úristen neki adja, adján a Dávidnak trónját. Az Úr esküdtett Dávidnak, igaz esküt és nem vonja vissza. Testi utódodat ültetem a te trónodra. Az Úr Isten neki adja, adján a Dávidnak trónját. Az Úr kiválasztotta Siont magának, ezt kívánja lakóhelyül. Nyugalmam helyez, ez lesz örökre, itt fogok lakni, ez a kívánságom. Az Úristen neki adja, adjának Dávidnak trónját. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogyha némelyek közülük nem is hisznek az Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, amikor látják tiszteletet érdemlő tiszta életüket. Ékességüket ne külsőségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, arany ékszereket aggatnak magukra, vagy drága ruhákat viselnek. Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában. Hajdan így ékesítették magukat a szent asszonyok is. Reméltek az Istenben, és engedelmeskedtek a férjüknek. Így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának nevezett. Az ő leányai vagytok, ha jót tesztek, és semmiféle fenyegetéstől nem riadtok vissza. Hasonlóképpen ti, férjek, megértően érjetek együtt az asszonyokkal, mint a gyengébb nemmel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint a kegyelmi életben örökös társatoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya. Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, a testvériség szeretői, irgalmasok, szerények, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal, hanem ellenkezőleg, mondjatok áltást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Halleluja, halleluja, halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja! Várták Izrael vigasztalását, és a Szentlélek lakott bennük. Halleluja, halleluja, halleluja.
Az Úr legyen veletek. Istenetek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked. Jézus egy alkalommal így szólt tanítványaihoz. Boldog a ti szemetek, mert lát, és fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz kívánta látni, amit ti láttok, és nem láthatta. Kívánta hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Ezek az evangélium igéi. Áldunk vége, Krisztus! Kedves testvérek, Szent Joakimot és Szent Annát ünnepeljük, és bár róluk a Szentírásban közvetlenül semmit nem olvashatunk, csupán egy apokrif iratban, az úgynevezett Jakab ős evangéliumában, ennek ellenére egyértelmű, hogy tiszteletük és közbenjárásuk kérése már az első keresztény közösségek életében is jelen volt, és a hagyományban mindvégig megmaradt kezdetektől fogva. Szent Joakim és Anna az egyház közösségében mindig nagy tiszteletnek örvendettek. S ennek magyarázatát mindkettőjük vonatkozásában talán éppen a mai szentmise, az ünnepi szentmise olvasmányában és szent leckéjében találhatjuk meg. Szent Joakimra, az ő életére és lelkületére mélységesen igazak az ószövetségi olvasmány szavai Sirák fiának könyvéből. Dicsérjük a híres férfiakat, azokat a jámbor férfiakat, akiknek jó tetteit nem felejthetjük el, akiknek javai gyermekeiknél fennmaradnak, és szent örökségük unokáiknál sem vész el. Szent Anna vonatkozásában pedig a Szentleckében Szent Péter apostol levelének szavai azok, amelyek nagyon mélyen jellemzik lelkületét. Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szíve a maga békés szerítségében és zavartalan nyugalmában. Ezzel ékesítik magukat a szent asszonyok, akik Istenben reménykednek és engedelmeskednek. Az Ószövetség nagy prófétája, Izajás próféta, arról jövendőlt egykor, hogy majdan Isten megváltó szeretete mindent jóra fordít az emberiség történelmében. Szent Joakim és Anna saját életében is megtapasztalta a gondviselő szeretet Istenének mindent jóra fordító cselekvését, segítő kegyelmét, és az üdvösség történet csúcspontján Isten megváltó tette, amely valóban mindent jóra fordít, bennük és általuk kezdődött el. Szent Joakim és Anna ezért példakép számunkra, és ezért követjük nem csak példájukat, de kérjük közbenjárásukat is. A hagyomány tanúsága szerint mindketten papi családból származtak, és hosszú időn keresztül úgy tűnt, nem születhet gyermekük. Az Ószövetség világában, egy hívő zsidó keresztény közösségben ez mint egy Isten átkának számított. Ezért kitartóan és reménységgel imádkoztak azért, hogy Isten áldja meg kapcsolatukat, és gyermekük születhessen. És éppen ez a kitartó imádság és a nehézségek között is megmaradó reménység, az Isten kegyelmére és cselekvésére hagyatkozó bizalom, arra az Istenre hagyatkozás, akinek semmi sem lehetetlen, ezért lelte meg azt az ajándékot,
amelyben megtapasztalhatták Isten jóra fordító kegyelmét, mégis megszületett gyermekük, Mária, az üdvözítő édesanyja. Joakim és Anna tehát mindenek előtt a kitartó türelem, a reménység, az Isten szeretetére hagyatkozó bizalom és az imádságos lelkület példaképei számunkra. Szent Joakimot és Szent Annát, a házastársi szeretet kapcsolat oltalmazóinak és védőszentjeinek is tartja az egyház ősi hagyománya. A keleti egyházban van egy nagyon szép ikon, amely beszédes, és amelyet általában a házasságot kötő ifjú pár szokott ajándékba kapni. Ez az ikon Szent Anna és Joakim összeölelkezését ábrázolja, háttérben Jeruzsálem városával és a templommal. Az összefonódó karok, az egymásba ölelkezés, annak a mélységes hitvesi szeretetnek a kifejezése, amely kettőjük életét összekapcsolta, amellyel kitartottak egymás mellett minden nehézség, szenvedés, keresztfordozás és megpróbáltatás közepette is, soha nem adva fel a reményt és az Istenre hagyatkozó bizalmat. Ezért kérhetik a házasok szeretett kapcsolatukhoz az ő közbenjárásukat. Szent Anna ezen túlmenően az édesanyák és a nagyanyák oltalmazója, közbenjárója, védőszentje is. Ismerjük a hagyományból, ha nem is a Szentírásból életüket. Tudjuk, hogy ők ajándékozták nekünk a boldogságos Szűz Máriát, az üdvözítő édesanyját, és tudjuk, hogy megélték a családi élet minden örömét, de nehézségét is. Szent Anna, mint édesanya és nagyanya, különös megértéssel és szeretettel tud együtt érezni minden szülővel, minden édesanyával és nagyanyával, aki gyermekeiért és unokáiért aggódik, aki szívén viseli sorsukat, segíti és segíteni szeretné őket. Ezért a hívő ember Szent Annában a szülők és nagyszülők példaképét látva bátran kéri az ő közbenjárását. És az egyház történetében milyen sok édesanyja és nagyanyja számolt be arról, hogy Szent Anna csodás közbenjárására az ő életükben is milyen nagy dolgokat tudott cselekedni, véghez vinni a mindenható Isten. Kedves testvérek, Istennek semmi sem lehetetlen. Ahogyan Szent Anna és Szent Joakim megtapasztalhatták Isten kegyelmét, mindig mindent jóra fordító, gondviselő szeretetét, úgy az Istenbe vetett hitünk és bizalmunk által mindezt mi is megtapasztalhatjuk. Kérjük közbenjárásukat, kövessük példájukat, éljük az ő lelkületükkel életünket a családban, keresztény közösségeinkben, és higgyük el, velünk is velünk marad a szeretet Istene, aki Anna és Joakim unokájában, az Úr Jézus Krisztusban mindannyiunknak megváltást ajándékozott. Amen. Most valljuk meg hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Kedves testvéreim, a boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezve imádkozzunk mennyei atyánkhoz, hogy a szülői szeretet és gondoskodás mindig elevenen éljen keresztény családjaink körében. Add meg, Urunk, egyházadnak, hogy a Szentlélek segítségével mindig megalkuvás nélkül hirdesse a házasságról és a családi életről szóló keresztény tanítás. Kérünk véget, segítsd a világ népeit, hogy nagy lelkűen gondoskodjanak a születendő új nemzedékek testi és lelki jólétéről. Önts áldozatkész szeretetet a szülők szívébe, hogy gyermekeiket Isten áldásának tekintsék és gondosan neveljék őket. Add meg, hogy a családok alkalmas otthonhoz, a családfenntartók pedig elegendő keresethez és szabadidőhöz jussanak szeretett gyermekeik nevelésére. Ajándékozza nagyszülőknek jó egészséget, hogy örömüket leljék unokáik növekedésében, és szívesen működjenek közre keresztény nevelésükben is. Jutalmazd, Urunk, a nagyszülők és szülők gondoskodását örök boldogsággal, a gyermekek engedelmes szeretetét pedig hosszú és boldog élettel. Gondviselő Istenünk, Te minden igaz élet forrása, minden emberi fáradozás értelme és végső célja vagy. A boldogságos Szűz Mária szüleinek közbenjárására adja gyermekeknek példás életű édesapákat és édesanyákat, a szülőknek pedig hálás szívű gyermekeket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Krisztus Jézus nagyanyjának, dicsőséges Szent Mannának, szegélyen húzva az éneket, szívünkből a szeretet. Kérünk te Szent Magzatodért, és mitől szent testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyházának. Urunk, Atyáink Istene, Te Szent Joakimnak és Annának megadtad a kegyelmet,
kérünk, fogadd el a mi adományainkat, és add meg, hogy részünk legyen abban az áldásban, amelyet Ábrahámnak és utódainak ígértél, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, szeretett fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anyaszent Egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, s hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de ők imádsággal is közben járnak értünk, jóságodat mindenkor kérve. Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt mi is magasztalunk téged, és hálás szívvel énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőségedbe tölti a mennyek és a földet, hozsánna a magas. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hite vagyunk feltámadásra, amíg annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál, hogy mi, akik testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal,
elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, Szent Annával és Joakimmal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélek keretségben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért imádkozzuk bizalommal. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük őt: Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a szeretetre. Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd meg őt. Isten báránya, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok
könyörögjünk. Istenünk, aki azt akartad, hogy egyszülött fiad embertől szülessék, és így titokzatos módon újjászülessék belőled az ember, kérünk, hogy amint most a gyermekek kenyerével tápláltál minket, szentelj meg jóságosan az Isten gyermekség lelkével, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a héten csütörtökön ismét lesz egésznapos szentségimádás a belvárosi templom kápolnájában. A most következő héten hivatali fogadóra a kertvárosi hivatalban csak kedden délelőtt és csütörtökön délután lesz. Az ünnepi búcsúi szentmise végén szeretnék köszönetet mondani a kedves testvéreknek, mindazoknak, akik eljöttek, hogy együtt ünnepeljünk, imádkozzunk, és a tévénézőknek is, hogy bekapcsolódtak ünneplésünkbe. Szeretném kifejezni köszönetemet a búcsú előkészítésében, a kápolna takarításában és díszítésében, a kápolna állagának megőrzéséért végzett szolgálatért és munkáért, Markovics Magdolnának és segítőinek, közülük szeretném kiemelni sekrestéseinket, Ancit és Anuskát, akik a mai napon névnapjukat is ünneplik, Szent Annában védőszentjüket köszönhetik. Köszönve az ő szolgálatukat, kívánjuk, hogy Isten éltesse őket sokáig, és minden Anna nevű kedves hívőt. Szeretnék köszönetet mondani a dombovári városgazdálkodásnak, Reisz Norbertnek, Tóth Csabának, Esküt Norbertnek és családjának a kápolnáért végzett egész éves munkájáért, és természetesen köszönetemet szeretném kifejezni a Varga Stadler családnak a kápolnáért végzett szervező és egész éves összefogó tevékenységükért, szolgálatukért. Isten fizesse meg az ő munkájukat és mindenkinek a segítségét, szolgálatát. Kívánok mindenkinek áldott vasárnapot, szép búcsúi ünnepet, most kérjük és fogadjuk Isten áldását. Az Úr legyen veletek! Isten, aki a boldogságos Szűz Mária anyasága által küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, az ő szüleinek, Szent Annának és Joakinnak ünnepén, adja áldását bőségesen rátok. Amen. Amen. Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, valamint Szent Annának és Szent Joakimnak közbenjárását, hiszen általuk kaptuk az élet szerzőjét. Amen. Ma pedig, amikor ünneplésre összejöttünk áhítatos lélekkel, vigyük haza otthonunkba a lelki örömök és a kegyelmi javak bőséges ajándékát. Amen. És áldjon meg mindannyiótokat, akik örömteli szívvel itt együtt vagytok, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Hol szent?